Miskolcra érkezett Rudolf Mihály tárlata. Budapest, Tokaj és Kassa után városunkban is látható az Ybl Kós Károly és Prof. Architektúra díjas építész akadémikus munkásságát bemutató tárlat. A Lélek jelenlét című kiállításon összesen 100 tabló és mintegy 50 makett mutatja be Rudolf Mihály építész munkásságát, egyúttal mestereinek, tanárainak és kollégáinak emblematikus épületeit. Az eredeti kiállítási anyag egy része érkezett most meg Miskolcra az Arszakra Fesztivál alkalmából. A Fazekas úti általános iskola diákjainak kórusa nyitotta meg Rudolf Mihály kiállítását kedden a Városháza aulájában. Az építészt életében és hivatásában is a lélek erősíti. Ez teszi őt hitelessé a szakrális épületek tervezésében és rekonstrukciójában. Az eseményt Bodonyi Csaba építész nyitotta meg. Egyik lehetséges ok, hogy Rudolf Mihály hiteláldott alkotó. De ezen túltekintő, átfogó lelkiség is jellemzi. Egy ma ritka humanista attitűd, és még ezentúl átlagon felüli műveltsége, valamint művészettörténeti és történelmi tudása, ismerete anyaga is garancia arra, hogy alapos szellemi háttér és igényes templomrekonstrukciók alázatos tervezője legyen. Juhász Ferenc plébános, mint jó barátja méltatta Rudolf Mihály munkásságát. Szerintem, amikor valamit föl kell újítani, akkor az sokkal nehezebb, mint újat építeni, mert az alkotónak, aki ma ilyennel foglalkozik, azt is ki kell találni, hogy mit akart abban a korban a tervező, aki akkor ilyennek építette meg az épületet. A második Miskolci Arszakra Fesztivál eseményén Veres Pál, Miskolc polgármestere is köszöntötte a vendégeket. Kellenek olyan építők, olyan mesterek, akik egyaránt képesek építeni a lelki és fizikai világban, akik nem csak házat, épületet építenek, hanem embert is. Rudolf Mihály ilyen mester. Nem a Kós Károly díj miatt, nem ismertsége és elismertsége okán, hanem személyisége, hivatástudata miatt. Rudolf Mihály tárlata Budapest, Tokaj és Kassa után érkezett Miskolcra. Az eredeti kiállításon összesen 100 tabló és mintegy 50 makett mutatja be Rudolf Mihály építész munkásságát. Most az anyag egy része érkezett meg a vármegye székhelyre. Most az Arszakra hét keretében vagyunk, és örömömre szolgált, hogy felkértek, hogy egy kis szeletet abból a munkából, amit mi csinálunk, és ami egy évvel ezelőtt a Pesti Vigadóba egy nagy retrospektív kiállítás volt, hogy abból egy szeletet mutassunk be. A kiállításon a szeptember végén átadásra kerülő Egri Bazilika mellett a Sárospataki Református Nagy Templom, a Tokai, a Rudabányai, a Vizsai és az Égerszögi Református Templom, valamint a Miskolci Belvárosi Kakas Templom, a Deszka Templom és az Avasi Református Műemlék Templom látható a tablókon. A tárlat október 7-ig látogatható a Városháza nyitvatartási idejében.